Szervusztok, gyerekek, üdvözlök mindenkit a Soroksári útról, vagy a Lekmerodon fasorról, kinek hogy tetszik. Itt vagyunk körülbelül a Haller utca sarkánál, és visszatekintve a közvágóhíd irányába lehet látni, hogy jó távolra föl van szedve a pálya, körülbelül a Tóth Kálmán utcai lámpáig. Tehát, ha jól látom, akkor ki van bontva a Pápai utcai visszafogóváltó is. Hát nem voltam elég figyelmes, hogy idefele jövet a közvágóról figyelemmel kísérjem, de körülbelül a Tóth Kálmán kereszteződés megvan még, és onnantól nincsenek vágányok. Itt konkrétan a Hallernál körülbelül egy méter mélyen, 80 centi, egy méter mélyen van fölásva a ajzat itt a vágányok előtt, tehát elő van készítve a következő vágányok lefektetéséhez. Itt van egy markológép, ami ezt véghez vitte, gondolom, és egy csodálatos múlt századból ránk maradt kamasz tehergépjármű itt a Tojtojbudi tőszomszédságában. Egy ilyen billencskasz, 322 a rendszáma. Látjátok, milyen szép ez az okkersárga kivitel. És akkor itt haladjunk a vágányok mellett. Ez volt a kettes villamos közvágó irányú megállója. Látjátok, hogy út közepén is valamit elkerítettek, de még azóta se történt ott semmi. Az már a kezdetektől úgy van, és itt továbbra is föl van ez gyönyörűen túrva. Van még egy néhány percem, közben már készül a telefonon a közvágóról készült felvétel, azt elvileg mindjárt akarom föltölteni, és akkor két ilyen csini hidat építettek ide, egyet a Haller sarokra a gyalogosoknak, egyet pedig ott a Dandár utcánál még följebb, és ez a nagy plac itt a buszoknak az ideiglenes megállóhelye, mert ugye itt a kereszteződésben per pillanat nem lehet, az útszűkület miatt ugye busz megálló, és akkor hát van még egy néhány perc, hogy átjöjjünk ide, és látjátok, szembe jön szélen egy sáv, meg itt az út közepén egy sáv, és a reménybeli vágányok mellett pedig két sávon a kifelé menő oldal, és akkor itt az éjszaka meg a csekély forgalom örömére itt a tiloson átevickeltem gyorsan, hogy haladjunk. Látjátok, itt is már megkezdődtek a túrások. A valamikori 24-es megálló területén itt már csodálatos, kátrányos talpfák le vannak ide keresztbe rakott betonaljakra fektetve. Hát gondolom, ezt valami alapján majd kiszintezik, és ugyanúgy öntött betonnal ki lesz öntve, mint ahogy egy másik videóban már a Soroksári úton láthattuk. És akkor ez a rész, ez változatlan, hogy a soriról is tudjanak beforgolódni talán. És már is bent vagyunk teljesen a Haller utcában. És itt gyakorlatilag, amióta erre jártam, úgy nézem, hogy semmi változás nincsen, tehát teljesen fölösleges odáig a villamosig, a Vaskapu utcáig fölzarándokozni, úgyhogy
megyünk vissza és nézzük tovább a Soroksári úti kettes oldalt. Közben itt csendben a háttérből hallható a 9. kerületi folklór. És egy 56-os busz döf kifelé. És akkor, ha itt most megnézzük a mi újságot, hogy hogy áll itt a történet, utána fölpattanok egy kettes villamosra, most érkezhetett be a Vili, mert ott jön egy nagyobb csoport ember. Igen, épp ott áll az ideiglenes végállomáson, túl a Dandár utcán. Hopp, ez egy kicsit nem volt jó ötlet. Ezen a hídon jöttünk át, ugye itt folyamatosan figyeljétek a gödörben az előkészületeket, egész a következő kis hídig ugyanilyen lesz. Még oda sétálunk. Közelebb is jövök hozzá, mert itt már nincsenek emberek. Itt is kisebb-nagyobb markológépek, két nagy, egy kicsi, amelyeket elhagytuk, és akkor itt a másik híd, ez nem fából, hanem ilyen vasrácsból van egyébként. Erőteljes, masszív kátrányszag van. És akkor, hát körülbelül így fog valahogy kinézni a vágány. Talán még lesz egy beton réteg rárakva, vagy nem. Vinyolsinek vannak itt távtartóval összecsavarozva. Az adja meg a keretet a betonhoz, ugye, hogy ne folyjon közé, maradjon nyomvájú. Gyönyörű szépen megvan ez már itt csinálva, bemutatóba ez a rövid szakasz. És akkor itt tovább haladva lehet eljutni a kettes villamos jelenlegi ideiglenes végállomására. Ott szemben egyébként a Cvakunikum épülete, az a Dandár utca. Tehát itt is van egy kis hiba az elnevezéssel, mert köze nincs a Haller-Soroksári sarokhoz, de mindegy, mert itt van a 1336-os tártos paripa, amire mindjárt föl is fogunk szállni utasként, és akkor ezzel megyek vissza a Jászai Mari térre, hogy még egy villamossal jöjjek egy kört 0:16-kor, mert az nagyon fontos, és utána azt a villamost is be fogom vinni a kocsiszínbe. Itt még a megálló táblára tudtok vetni egy kis röpke pillantást. Elől van a kulisszás váltó, kitérő irányban ki van bilincselve, hogy ne kelljen leszállni visszafogáskor váltót állítani. Tehát ilyen pofon egyszerű az ideiglenes végállomásunk. Egyetlen egy jármű tud beállni, hátrébb nincs hely. Tárolásra, félreállásra, látjátok a Willinger után ott van egyből a vörös tárcsa. És akkor ennyi ez a mai videó. Sziasztok!